Száraz György könyvei, a kiválasztottak titkos tudása, a lelkekbe és az erekjébe rejtett információk, Istenek beavatásai, az egyiptomi misztérium iskolák, az élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus, a magyarok beavatása, ősi napvallásunk szent ösvényén, megrendelhetők a napvallás.hu oldalon. A talizmánok mágikus ereje. A talizmánok eredete. A talizmán egy olyan tárgy, amelyhez szellemi erőt rendelnek hozzá, és ezáltal képes bizonyos típusú pozitív, illetve jótékony hatásokat magához, illetve tulajdonosához vonzani. Ezt a talizmánoknál úgy érik el, hogy elvégzik rajtuk az adott mágikus szertartást, voltaképpen felszentelik azokat. Végeredményben minden erőátvitel a mágia tárgy körébe tartozik, minthogy a mágia az élettudománya, az élő erő áramoltatása, irányítása és uralása valamilyen szinten. A talizmánokkal csaknem valamennyi ősi kultúra hagyományában találkozhatunk, így nem lehet pontosan lokalizálni, melyik civilizációtól vette át a többi. A talizmánokra mindig szükség volt, hiszen ki ne akart volna egészséget, gazdagságot, hatalmat, hosszú életet, esetenként tudást, erőt és meg annyi támogató energiát kapni az univerzumtól. Az emberek mindig is igyekeztek felvértezni magukat a talizmánok erejével. Rögtön megértjük ennek az első hallásra talán babonaságnak tűnő mágikus tradíciónak a jelentőségét, ha megkeressük a valódi jelentését az egyes nyelvekben. A talizmán kifejezés lehet, hogy a török talismon szavakból ered, amely csodatévő képet jelent. Az emberek sokszor érzik magukat kiszolgáltatottaknak az égi erőkkel, a csillagokkal, az istenekkel és a sorssal szemben. A természet feletti hatalmak előtt az ember porszemnek tűnhet, különösen olyankor, amikor beteg, vagy elveszíti a vagyonát, vagy a szeretteit, vagy amikor magányosan él. Elképzelhető, hogy a talizmánok eredete távolabbra nyúlik vissza. Indiában élt, és talán még ma is él az a szokás, hogy a vőlegény talit ajándékoz a mennyasszonynak az esküvőjük napján. Ez egy amulettféle, s erre az aktusra nagy hangsúlyt helyeznek arra felé. Visszatérve a törökökre, az ilyen típusú megszentelt tárgyak készítésével foglalkozó papokat talizmánoknak nevezték, míg a káldeusok szilmenának, a görögök telematának, a rómaiak amulettának hívták őket. Itt hadd tegyek egy pillanatnyi kitérőt az amulett és a talizmán közötti különbség tisztázására. A talizmán többnyire azért készítik, hogy a jótékony, segítő hatásokat valaki be tudja vonzani az életébe. Ezzel szemben az amuletteket általában azért viselik, hogy elhárítsák a gonosz, káros és ártó hatásokat. Tehát két ellentétes hatásmechanizmusú, ám de céljaikban egymáshoz közel álló szentágyról van szó. Babonaság és valóság. A talizmánoknak az ókorban is nagy volt a keletje. Szívpajzsocskáknak, óvóvédőkarkötőknek, ajándékköveknek hívták őket. Sok talizmánon szerepelt felirat, illetve különféle véset. Ilyenkor karaktereknek nevezték őket. Ne feledjük, hogy a reneszánsz szó újjászületés jelent, és ez vonatkozik szinte minden antik tudományra, így a mágiára, az alkímiára, a numerológiára, tehát a számmisztikára, az asztrológiára és természetszerűleg a talizmán készítésre is. A babona árnyék, amit az ember belső valósága vet az életre, szokták volt mondani. Ezzel egyet is érthetünk. Ám az árnyék sokszor éppen a józan ész, az intellektualizálás és a mindenre van kész válaszom típusú spekulálgatás álcáját használja fel önmaga igazolására. Ebbe talán már kevesebben gondolnak bele. Az egyik oldalról nézve szinte minden babonaságnak számíthat, amire évezredeken át azt mondták, hogy a természet feletti megnyilvánulása, vagy hit a felsőbb hatalmakban. Ezzel szemben az ezotéria azt állítja, hogy nincsen anyagi megnyilvánulás energetikai és szellemi előzmények nélkül. Nincs fű, fa, virág, kutya, macska, ember, felhő, még föld sem, önmagában, önmagától. A primitív népek ezt ma is jól tudják és számon tartják,
ezért sámánjaik, éppen úgy, mint a kvantumfizikusaink, a láthatatlan világ titkait kutatják. Ki gondolatnak, ki rezgésnek, ki hullámnak, ki fénynek, ki életenergiának, ki isteni ideának nevezi a dolgokat. De a lényeg a használhatóságuk és az életünkre gyakorolt hatásuk, amely mit sem változott az évezredek során. Az egyiptomiak Ízisz és Ozirisz képét hordták magukon. Ismerték a 36 dekánnak, csillagbéli védő szellemnek is a szent szimbólumait és attribútumait, jelvényeit. Úgy készítették el Isten szobraikat, hogy hajszál pontosan figyelembe vették, hogy az adott isteni erejű, tehát nem Isten, hanem annak isteni hatalommal felruházott teremtménye, tehát ez a bizonyos isteni erejű lény mihez vonzódik leginkább. Mód felett ügyeltek arra, hogy a talizmánt melyik napon készítsék el, hiszen a napnak, a holdnak és a többi planétának az erői döntően befolyásolták a talizmán erejét. Az is számított, hogy a hét melyik napján, sőt a nap melyik órájában végzik el az egyes felszentelő rítusokat. A felhasználásra kerülő füstölőknek, ásványoknak, fémeknek és érceknek, bőröknek, csontoknak és egyéni kellékeknek is igazodniuk kellett a talizmán különleges és egyedi jellegéhez. Számított a talizmán színe, véset esetén a formája, valamint az elkészítésének módja is. Nyilvánvaló módon egy keresztény világban felcseperedő ember szemében ezek nettó babonaságnak számítanak, egészen addig, amíg végig nem gondolja, hogy a keresztény ősatyák vajon honnan merítették a liturgia során alkalmazott koreográfiának, a tömjén használatának, vagy éppen az ördögűzésnek, a víz általi megkeresztelésnek, az első áldozásnak, a bérmálásnak, a szent képek tiszteletének, az oltári szentség állításának, és így tovább rituáléit. Valójában ez is mágia. De valami csak akkor lesz valódi, tehát működő, élő és hatásos, ha az eredeti hagyományt követi, és a megfelelő időben, az előnyös helyen, az optimális körülmények között az arra alkalmas személy végzi el. Máskülönben az egész üres műveletsor lesz, akárhányszor is végezzék el. Márpedig a talizmánok esetében roppant fontos az erő. Az erők megkötése, a ráhatások gyakorlása mindig is mágiának számított, függetlenül attól, hogy Indiában, Kínában, Káldában, Dél-Amerikában, Angliában, Afrikában vagy Magyarországon végezték. Ősrégi talizmán pecsét például Salamon pecsétje, amely két egymásba csúsztatott szabályos háromszögből áll. Az egyik csúcsa felfelé, a másik lefelé mutat. Ez szinte minden vallásban megtalálható. Nagyon hatásos talizmánokat készítettek a kígyók szimbólumaival is. A kígyó a szentélyek és a titkok őrzőjének, az örökkévalóság szimbólumának számított, amelynek ereje megóvta viselője egészségét és hosszú életet eredményezett számára. A saját farkába harapó kígyó a kezdet és a vég, az örök körforgás energiáit foglalta magában. Az Ureusz kígyó Egyiptomban az isteni hatalom, a bölcsesség és az erő talizmánja volt. A sírokban a bejáratnál találkozunk a kígyókkal, mint a túlvilág őrzőivel. Aszklépiosz botján két kígyó tekereg, ami a gyógyítás talizmánjává vált, miután felszentelték, hiszen a kígyó képes levedleni a bőrét és újjászületni, illetve megfiatalodni. A füles kereszt, tehát az Ankh, az életjelképe volt. A belőle készült talizmán a gyulladásos betegségekre, a kígyómarásra és a kiütések ellen volt hatásos. Keleten elefántcsontból, fémből és egyéb csontokból készült talizmánokkal találkozunk, rajtuk ékírásos és asztrológiai feliratokkal. A lótuszvirág a keletkezés és az elmúlás ősi szimbóluma. Az Ommani Padme Hum, ó, te lótuszba foglalt ékesség, például a buddhisták szent mantrája. Az első ma ismeretes pecsétgyűrűt nem Salamon király hordta, hanem Babilonban találták, és Irán legendás hírű királyáé Dzsemsidé volt, ő talizmánként viselte. Mohamednek is volt pecsétje, három szóból álló felirattal, Mohamed Isten küldötte.
gyakran vésték talizmánra a következő két sort. Türelemmel éred el kívánságod, és tettel az acélt megpuhítod. Léteznek különböző bolygópecsétek és talizmánok is. Ilyen a naptalizmán, amelynek ereje az emberek jólétének fenntartására és bajainak enyhítésére van a legnagyobb hatással. Indiában, Japánban és Kínában gyakoriak az olyan talizmánok, amelyek azoknak az istenségeknek az ábrázolásai, kiknek a segítségéért folyamodnak. Brahma, Vishnu és Shiva, valamint Buddha ábrázolása igen elterjedt. Kína legősibb talizmánjai a Hotu talizmán és a To talizmán. Ezek a Yin, tehát nőies, és Yang, azaz férfias elvekre épülnek. A Hotu 5 változó állapotnak a keletkezését mutatja, elsősorban házak védelméül szolgál. A Tó a hosszú élet talizmánja, és véd az ördögi befolyásoktól. Ezt többnyire jádekőből készítették. Egyiptomban a Szkarabeuszt ábrázoló talizmánok az életet, a beteljesülést és a feltámadást jelképezték. Külön kategóriának számítanak a talizmánok között a gnosztikus talizmánok. Főistenük Abrakasz ábráját sok talizmanikus gemmán, drágakövön megtaláljuk. Kacsa feje van, férfi teste és kígyó lábai. A talizmánok mágikus ereje felhasználható napjainkban is. A megfelelő felszentelő rituálé után a talizmánt a viselőjére hangolja a készítője, pontosabban a felavatója. Ezt követően elindul a jótékony, áldásos hatása, melyet viselője akár élete végéig élvezhet. A talizmánokat általában elegendő egyszer beavatni, mert azok az energiák, melyeket a talizmánokhoz rendeltek, rendszerint nem mulandók. Ezért aztán az idő előre haladtával cseppet sem csökken a hatásuk. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!